Miskolc adott otthon nemrégiben a MEFOB, vagyis a Magyar Egyetemi Főiskolai Országos Bajnokság 8 sportágat felvonultató fesztiváljának. Ennek részeként sportkonferencia olimpikonokkal, neves előadókkal címmel kerekasztal beszélgetést is tartottak a szervezők. A meghívottak között ott volt több hazai és nemzetközi szinten is meghatározó sportoló, akik kettős életpálya is azon túl címmel beszéltek saját példájukról, a sport és a tanulás fontosságáról. Az egyetemi sportrendezvény kerekasztal beszélgetései között hallgathatták végig az érdeklődők a Kettős életpálya és azon túl címet viselő eszmecserét, mely során Zsivoszki Farkas Györgyi hétpróbázó, Cselászló úszóklasszis, valamint Bai Balázs világbajnoki dobogós gátfutó és Kis Gergely háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó beszélt azokról a nagyon fontos és meghatározó időszakokról, amikor a világszínvonalat jelentő sportteljesítményükhöz szükséges edzések, aztán a versenyek mellett felsőfokú tanulmányaikat is végezték, követendő példát mutatva nagyon sok ifjú sportolónak is. Teljesen biztos vagyok benne, hogy azok a sportemberek, akik kiskorukban elkezdenek egy sportágat, nyilván a legtöbbjük nagy álmokkal, vágyakkal, világbajnokságra jutni, olimpiára jutni, aranyérmeket nyerni, azoknak a gyerekeknek kialakul a személyiségben egy csomó olyan plusz dolog, ami az élet minden területén, munkában, magánéletben, családi, baráti körben is segíti, de a tanulmányokban egészen egyértelműen, hiszen nagyon hasonló dolgok, célokért küzdök, vizsgára készülök, dolgozatra készülök, érettségire készülök, államvizsgára készülök, stb. Úgy, hogy megvannak a feladatok, a célok, azok a periódusok, amik egy felkészülésben, a sportban is megvannak, és a legjobbamat akarom hozni. Éppen ezért arra buzdítok minden fiatalt, hogy különbözőek vagyunk természetesen, de a sport és a tanulás nagyon meg tud férni egymás mellett. Nem mindenki olimpiai bajnok szeretne lenni, aki egyébként sportember, erre most az egyetemi bajnokság is egy jó példa, hogy sok ember heti 2-3-4-5-ször sportol, kiskori álmai nem úgy alakultak, de lesz egy versenyképes diplomája remélhetőleg, és közben mozog és sportol, és esetleg ha ezt versenyszerűen teszi valamilyen szinten, akkor ugye a legtöbb egyetemnél már kialakulnak az ösztöndíj és életpálya modellek, különböző szinteken, különböző formákban, és ezeket lehet egyeztetni. Úgyhogy a Miskolc Egyetemen, a Gödöllői Egyetemen, a Szegeden, Budapesten, Győrben, Debrecenben, Pécset, bárhova járunk, azért most már lehet olyan módozatokat találni, hogy akár az egyetem külön is honorálja azt, hogy egy sportember nálam, hogy Amerikában ez a fajta pontrendszer nagyon működik. Nekem is családomban a feleségem testvére vívóként nagyon sok pontot vitt az egyetemének New Yorkban azzal, hogy országos döntőket vívott. Olyan kardozó lett belőle, ami tátott szájjal nézték, és ez Magyarországon is egyre jobban így fog alakulni, hogy ezek a sporteredmények az egyetem reputációját esetleg gyakorlati haszon szempontjából is, és elméletileg is tudják emelni, hiszen azt mondjuk, hogy ez vagy ez a híres sportoló, vagy ez meg ez a csapat, ez itt nálunk jó eredményeket ér el, vagy ennyi és ennyi számú sportember jár hozzánk egyetemre, ez mind erősíti az egyetemnek az egyetem felé árasztott bizalmat is, és a hitelét az egyetemnek, úgyhogy én ebben nagyon hiszek. Ami az üzenetem a fiataloknak, hogy a kitartást, amit a sportban megtanulnak, azt a tanulásba adoptálják, és vigyék át, és ezt a fajta logisztikát, hogy beosztani óráról órára, napról napra az életünket, hogy ezt vigyék bele a tanulásba is. Három szintje is volt az én iskolai és sportbeli hétköznapi szenvedéseimnek, amikor nagyon sajnáltam magamat. Az egyik, amikor mondjuk a Honvéd a Bajnokok Ligája mérkőzésre készültünk, és mondjuk kedden este 3-4-8-tól 9:30-ig volt edzés Budapesten, és nekem másnap reggel 8-kor vizsgám volt Szegeden az egyetemen. Én 3-4-10-kor beültem az autóba, leértem éjfélre a barátomhoz, aki befogadott éjszakára, beszélgettünk egy fél órát, egy órát vacsoráztam, egy óra körül elkezdtem tanulni, 3-ig tanultam, fölkeltem 3-4-7-kor, fölöltöztem szépen öltönybe, elmentem 8-ra vizsgázni, jól megbuktam, hazajöttem, este megint edzés, és készültem így a Bajnokok Ligája meccsre, és újra tanulás a következő vizsgákra persze egyfolytában. Ott nem éreztem magam sem frissnek, sem boldognak, sem elégedetnek. Szittem a rendszert és magamat. Volt olyan, hogy olimpiai felkészülés alatt hányingerrel, izomgörcsel, teljes fáradtsággal, túlterheltséggel hazamenni. Elkezdtem volna kinyitni a Rómaiok könyvet, és konkrétan elaludtam fölötte, ebéd nélkül, tehát étvágyam se volt. Ott is azt gondoltam, hogy itt azért van nehézség. És az egyik legbetegebb az, hogy hol tanultam életemben, az olimpián is tanultam
mondjuk szerb meccs előtt, a csendes pihenőben, és a Nász úton is tanultam a Maldív-szigeteken, a homokos óceánparton, és a feleségem fogta a fejét, hogy nem hiszem el. 2018-ban Miskolcon is láthattuk Száguldani Bai Balást, aki világbajnoki bronzéremmel és Európa-bajnoki ezüsttel tette fel a koronát pályafutására. Világszintű eredményei mellett pedig az egyik legnehezebb képzést teljesítette sikeresen, és állatorvos lett belőle. Nem is az a célja szerintem egyik ilyen kerekasztal beszélgetésnek, hogy egy kész utat, egy kész tervet adjunk bárkinek, aki ez iránt érdeklődik, hanem inkább inspirációt, motivációt, merítést kapjanak abból, hogy igen, ez senkinek nem egyszerű, hogy igen, ez mindenkinek kemény munkával jár, hogy igen, egy ilyen nehéz feladat, mint egy kettős életpályamodell, az nem csupa szenvedés egyébként, de ugyanakkor tele van kihívásokkal, és utána, hogyha ezt valaki elvégzi, akkor mennyire jó úton jár, és mennyire nagy értékekkel rendelkezhet. Úgyhogy úgy gondolom, hogy persze senkinek nem tudunk egy készhelyzetet adni, de be tudjuk mutatni azt, hogy igen, ez sikerülhet, hogyha valaki ezért küzd és dolgozik, hogy rengeteg pozitívummal jár, élményekkel, kalandokkal, ismertségekkel, és olyan eredményekkel a végén, ami egy egész életen át kiszolgálja az embert. Sokat gondolkoztam én is azon, hogy mi lett volna, hogyha én tényleg csak és kizárólag a sporttal foglalkozok, és egy klasszikus értelemben vett élsportolóként éltem volna az életemet, és csináltam volna a karrieremet. Egyrészt nem nagyon kell ezzel törnöm magamat, hiszen olyan sikereket értem el, ami előttem gyakorlatilag senkinek nem sikerült, és sikerült feljutni a világ csúcsára gyakorlatilag, ha nem is a dobogó a legfelső fokára, de mégis a dobogóra, ami még senkinek nem sikerült futószámban, atlétikai világbajnokságokon. Úgyhogy igazából nagyon szomorkodnom, és hiányzatom nincs szükségem, vagy nincs okom. De tény és való, hogy maximalistaként és sportolóként azért gondolkozunk azon, hogy lehetett volna jobb. De végül általában ezeken a gondolkodások végén arra jutok, hogy egyrészt nincs értelme ezen morfondírozni, hiszen mindig úgy jó, ahogy volt. Másrészt még nem is biztos, hogy jobb lett volna a végén, mert én mindig is vágytam arra, hogy több irányba építkezzek, hogy kihasználjam és kiaknázzam a képességeimet. És biztos vagyok abban is, hogy a sport eredményeket segíti az, hogyha van tanulás is mellette. Kiegészíti, igaz, hogy időt és energiát tud elvenni, de végül a nap végén mégiscsak segíti, hiszen van lehetőség arra, hogy más területen foglaljuk le a figyelmünket, más gondolatokkal foglalkozzunk. Az egyik felszabadít a másikból, kiegészítés, ad egy olyan nyugalmat a háttérben, hogyha bármi történik az atlétikai pályán, mert a sport az mégiscsak egy nagyon bizonytalan terep. Sosem garantált a siker, és sosem garantált azt, hogy elérjük a célunkat. És hogyha ez nyomaszt minket, akkor mégis ebből felszabadít az a tudat, hogy igen, nekem van egy civil szakmám, egy végzettségem mellette, és nem kell féltenem a saját egzisztenciámat és jövőmet. Úgyhogy ez ad egy olyan önbizalmat, egy magabiztosságot, egy nyugalmat, amivel elképzelhető, sőt valószínű, hogy egy kiérezett versenyszituációban, higgadtabban maradva sikeresebbek leszünk a nap végén. Abban azért nekem nagy szerencsém volt, hogy általában elkülönültek azok a kemény időszakok, ami mondjuk a vizsgaidőszak is egy éles verseny, hiszen atlétikában általában július-augusztus környékén van az adott világbajnokság, addigra meg bőven vége a vizsgaidőszaknak, de egyszer volt ez 2015-ben, amikor 5. éves állatorvostan hallgató voltam, és az 5. évben volt az a 3 nagyon-nagyon kemény tantárgy, ami igazából meghatározza azt, hogy kiből lesz valójában állatorvos. Ez az igazgatástan, élelmiszerhigiéni és járványtan. Ez tényleg olyan mennyiségű tanulással jár, ami mindenkinek elképesztő módon feladja a leckét. De csak a járványtanban volt több mint 200 tételünk, ami egyenként több mint egy A4-es vagy két A4-es oldalnyi tömör adat és tele latin szavakkal is még sorolhatnám, tehát tényleg nagyon-nagyon nehéz szituáció volt. És ez olyan szinten megterhelt, hogy abban az év, az volt az egyetlen év, amikor nem tudtam javítani az egyéni csúcsomon, hanem inkább egy kicsit stagnáltam. Kijutottam ugyan, hál' Istennek, nagy nehezen a világbajnokságra, de hát nem tudtam óriásan a sikert elérni, mert egyszerűen annyira
annyira terhelt voltam a tanulmányokban, de túl voltam rajta, és utána kicsit megkönnyebbültem, és ment tovább minden, és 2 évre világbajnoki bronzérmet szereztem. Mindkét riportalanyunk kihangsúlyozta, nincs két egyforma ember, nincs két egyforma eset, és természetesen mindenki a saját útját járja. De talán az elhangzottak segíthetnek azoknak, akik ugyanilyen helyzetben vannak, hogy megoldható, sőt eredményesen teljesíthető a sokszor kilátástalanul nehéz időszak is mindkét területen.